Az egészségükért futottak csaknem 300-an. Az Út az egészséghez futó versenyt a Miskolci Egészségfejlesztési Iroda rendezte. A Csanyiki tanösvényt májusban adták át a vidéki városok közül, elsőként itt Miskolcon. Most itt rendezték meg a futónapot, amiből a szervezők hagyományt szeretnének. Profi bemelegítés, zene és gyönyörű idő, minden adott volt a jó hangulatú csanyiki futóversenyhez. A szervezők célja az egészség megőrzését szolgáló rendszeres testmozgás és a természet szeretetének népszerűsítése. A tanösvényen mindkettő lehetséges. Kijön hétvégén a Bükkbe, és akkor bicikliznek az emberek, futnak az emberek, és nagyon sokan, hál' Istennek, és egyre több futóverseny van. Úgyhogy mindig van valami cél, amit el kell érni, és nagyon jó, amikor az ember túl van rajta, és azt mondja, hogy ezt is megcsináltam. Futva vagy akár sétálva is meg lehetett tenni a választott távokat. A versenyre csaknem 300-an regisztráltak. A futók között voltak gyermekek és nyugdíjasok, versenyzők és hobbifutók. A lényeg a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése volt. Májusban átadásra került ez az Út az egészséghez tanösvény. Ez adta az ötletet, hogy használjuk ki ezt a természet adta lehetőséget. Az Európai Unióban csaknem 2 millió ember halálát okozzák szív- és érrendszeri betegségek. Az egészségügyi mutatók Miskolton sem jók, mondta a város polgármestere a tanösvény májusi megnyitóján. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, amelyik tulajdonképpen egy összefogás eredményeként jött létre, hogy ahol egy gyógyszergyár, kórház, civil szervezet, önkormányzat kapcsolatából egy a kardiovaszkuláris, tehát a szívérendszeri betegségek megelőzését, illetve gyógyításában szerepet vállaló tanösvény kialakítására került sor. Meggyőződésem, hogy ez is egy eszköz arra, hogy a miskolciak egészségesebben tudjanak élni. Az Út az egészséghez tanösvényen hagyományteremtő célra rendezte meg a futóversenyt a Miskolci Egészségfejlesztési Iroda.